Civil ruhás rendőrök sétáltak szerda délelőtt a nyíregyházi autóbusz és vasútállomás környékén. Ők is ellenőrizhetik azokat a tanköteles diákokat, akiket délelőtt az utcán vagy parkokban látnak tanítási időben. A civil ruhások értesítik a rendőröket, akik kiérkezés után igazoltatják a fiatalokat. Velük érkezik a bűnmegelőzési osztály szakembere is, aki megkérdezi a diákoktól, miért nem mentek iskolába. Szerda reggel 9 óra körül megtaláltak is egy fiatal csellengőt, akinél igazolvány sem volt. Ilyen esetekben először beviszik a tanulót a rendőrségre, hogy megvizsgálják személyazonosságát. A rendőrség minden más szakterülete mellett kiemelt figyelmet fordít az ifjúságvédelemre, éppen ezért kollégáim megyeszerte a tanköteles diákokat iskolai napokon gyakorta ellenőrzik, hogy kiszűrjék az iskolából távol maradókat, jogosulatlanul távol maradókat. Amennyiben a rendőr olyan diákot vesz észre, aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni távolmaradását, abban az esetben az iskolába útba indíthatja, vagy az oktatási intézmény vezetőihez kísérheti. Amennyiben viszont tudja igazolni távolmaradását, abban az esetben egy általános igazoltatást követően elhagyhatja a helyszínt. A csellengő diákokat az iskolák kötelesek jelenteni a gyermekjóléti szolgálatnak már 10 óra igazolatlan hiányzás után. 30 óra után már szabálysértés miatt a kormányhivatalhoz kerül az ügy, 50 óra után pedig már a családi pótlékot is szüneteltetik. A táblázat is mutatja, hogy ennek mértéke a gyermekek számától függ. Egy gyermekes család esetén 12.200 forintot jelent, három vagy több gyermekes család esetében viszont már 16.000 forint ez az összeg, tehát havonta akár 48.000 forintos pénzmegvonással járhat. Ezt a támogatást bármelyik szülő igényelheti, aki gyermeket nevel, de bárkitől el is vehetik, ha nem tudja igazolni, gyermeke miért nem járt iskolába.